mától járunk, úgyhogy ezzel nincs gond. Verasztó Evelin a Budapesten megrendezett Európa bajnokság után látja így a jelenlegi és a jövőbeli helyzetet. Mindössze 21 éves, és már Európa-bajnoki arannyal büszkélkedhet. 7 éves volt, amikor szülei levitték az úszodába, és megkezdte sportos életét. Édesapja és a testvére is a sportban jeleskedik. Elég sokat szoktunk róla beszélni otthon, de azért nem csak erről tudunk beszélgetni, úgyhogy akad néha más téma is, de hát ugye apa még az edzőnk is, anya meg hát ugye a háttérbe segít minket. Verasztó Zoltán olimpiai úszó nem csak szülői, hanem edzői feladatokat is ellát. Elég jó, hogy ő az edző, mert nyilván azért rá elég jó hallgatok, mivel az apukám is, meg az edzőm is, és én nem gondolom, hogy igazából lenne hátránya. Az elején néha nehezen dolgoztunk együtt, voltak kisebb vitáink, de úgy gondolom, hogy ebből kinőttünk. Meg igazából mindkettőnknek az a célja, ugyanúgy, mint a másik két edzőmmel együtt, úgyhogy szerintem nincs probléma. Az Európa-bajnokságon mind a két verasztó csemete elindult, Evelin 200 méteres vegyes úszásban, hosszú Katinka mögött egyetlen század másodperccel lemaradva ezüstérmes lett. Majd ugyanazon a napon a 4x200 méteres gyorsúszásban a váltó utolsó tagjaként úszott, amelyet megnyert a magyar csapat. Dávid pedig Cseh László mögött lett második, a testvérek megnézték egymás versenyét. Végignéztük minden számukat, ugye Dávidnak nehezebb dolga volt, mint összerúztam, de mondjuk például utolsó nap, végignéztem mindent, amit csinált, mert ugye én már befejeztem, úgyhogy volt energiám szurkolni neki. Úgy gondolom, hogy elég jól sikerült az EB, meg nagyon jól éreztük magunkat, ugye 4 év után újra itthon volt, és a közönség az például fantasztikus volt, hogy az mindannyiunknak nagyon jól esett, hogy tényleg ennyien szurkolnak nekünk. Igazából az úszás részéről is elégedett vagyok, ugye egy icipicit lehetett volna gyorsabb a 200 vegyes, de úgy gondolom, hogy jó verseny volt, úgyhogy nem sajnálom, hogy így alakult. Az Európa-bajnokság végeztével azonban nem áll meg az élet. Evelin edz tovább, fáradtságot nem ismerve küzd nap mint nap, ám ezt ő nem küzdésként éli meg. Ez a sport külsőleg nem tűnik valami változatosnak, ám az ifjú tehetségnek fel sem tűnik az idő múlása. Napi 6-7 órát tölt a vízben. 4:40-kor kelek, utána 6-tól 8-ig van ilyen konditermes edzésünk, utána 8-tól 10-ig úszunk, aztán általában megyek haza pihenni, és délután 5:30-tól 7-ig ismét úszás van. Sok feladat van, itt nem csak úgy van, hogy az ember beugrik és 2 órát folyamatosan úszik, hanem tényleg különböző edzésfajták vannak, meg vannak, itt nagyon sokféle feladat van. Az úszás után jöhet egy kis kikapcsolódás. Evelin nagyon szeret moziba járni, internetezni, zenét hallgatni, na meg persze mozogni. Amikor van időm, akkor szoktam túrázni és ugye sétálgatni így a városba, úgyhogy azzal szeretek ellenni. Azért eltöltöd az időt, és igazából aktívan pihensz, meg jó érzés. Például a hegytetejére felmászni és látni az egész várost alattad, az mondjuk elég jó. A fáradtságnak semmi nyoma, pozitívan néz előre. Jelenleg mindent a sportnak vet alá. Második olyan évét kezdi, amikor nem jár iskolába. Mikor már nem a sport fogja betölteni az életét, akkor szeretne majd divattervező lenni és nyelveket is szívesen tanulna, főleg franciát. Addig még van idő, most a víz az úr. Egy valamiben szinte teljesen biztosak lehetünk. 2012-ben Verasztó Evelin Londonban lesz és küzdeni fog. Ez voltam én, remélem tetszett a rólam szóló kisfilm, Verasztó Evelin, Eko TV Budapest.